már a Viradóan elhunyt Balogh Lajos önkormányzati képviselő, jelentette be a csütörtök reggeli elmaradt testületi ülésen Görgényi Ernő polgármester. A képviselőtársak egy perces néma felállással adóztak Balogh Lajos emlékének, akit a város saját halottjának tekint. Természetesen Balogh Lajos képviselő úr önkormányzatunk saját halottjának minősül, és a családnak minden segítséget megadunk, amit ilyenkor az ember nem tud adni. A grémium kegyeleti okokból egy héttel későbbre, március 2-ára halasztotta a februári testületi ülést. 2016-ban itt elkészült a Kétmalom utcába a csapadéki vízzel vezető árokrendszer. Balogh Lajos önkormányzati képviselőként legutóbb február elején beszélt a Gyula TV-ben. Ezeken a felvételeken arról számolt be, hogy Románváros egy részén hogyan újult meg a csapadékvízelvezető rendszer, mely összességében sokat javult az ő második ciklus óta tartó képviselősége idején. Emellett számos kisebb-nagyobb fejlesztést vitt végbe, aktív, a körzete érdekeit szem előtt tartó, igazi közösségi ember volt. A gasztronómia területén több nemzetközi elismerést is szerző Balogh Lajos tavaly nyáron egy új gyulai fesztivált indított el. A Pörkölt Király címet viselő háromnapos program alapvetően az ételkészítésre épített, de fontos szerep jutott a hagyományőrzésnek és a zenei programoknak. A legnagyobb attrakciónak persze a pörkölt főzőversenyig érkezett. Azt vettem észre például több főzőversenyen, hogy egy kicsit ugye elkorcsosodnak a pörköltök, és azért van szükség nagyobb versenyekre szerintem, hogy a zsűri egy kicsit helyre tegye a pörkölt készítőket, és újra visszazökkentse az eredeti ízvilágok kialakításához. Balogh Lajos több mint 10 éve kezdte az ételosztások megszervezését a gazdaudvarban. Az évek alatt több ezer rászorulónak segítve ezzel. Hitvallása az volt, hogy aki megteheti, annak kötelessége segíteni azokon, akiknek kevesebbre tellik. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy a szegénységre oda kell figyelni, mert nem lehet ezt elengedni, mert előbb-utóbb ez problémához vezethet, amikor nagyon sok szegény ember él egy országban. Most ez évtizedeken át nem megfelelően volt kezelve hazánk, vagy kicsit titkolni kellett, hogy kinek volt hozzátartozója a második világháborúban. Balogh Lajos a történelmi vitézi rend és a visegrádi Szent György lovagrend tagjaként azért próbál tenni, hogy megőrizze nemzetünk ezeresztendős dicsőségét és emlékeztessen tragédiáira. Temetéséről később intézkednek.